Abból, tehát hogy nem tudom, meg egy kicsit azért tegnap hatása alatt, hogy négy halmaznak az uniója lesz ez a szerdai koncert. És hogyha nem fogunk tetszeni egymásnak, akkor egymás megsemmisítésére fogunk játszani. Nem, akkor csak duók meg triók lesznek, négyen soha nem fogunk együtt játszani. Szerintem ez így teljesen jó lesz ebben a felállásban, hogy lesz két fúvós, egy bőgő, annyi dob. Hát én azon is gondolkoztam, hogy most mit fogok itt játszani ilyen kiváló zenészekkel, amikor hát én egyrészt nem tudok annyit gyakorolni, meg nem is nagyon van időm, másrészt itt a szomszédok már többször meg akartak gyilkolni a muzsikálás miatt, tehát hogy énekeljek-e. Tehát hogy például megengedi-e majd a Balázs, hogy én ott énekeljek. Abszolút. Népdalokat. Este a mégereknél. Megvan viaszengenen otthon. Igen? Na, akkor azt tömörítsed be és küldd át. Berippelem a viaszengenen. Úgyhogy, szóval hát én nagyon örülök ennek a ti kezdeményezéseteknek, mert hát itt egyre inkább az unalom és a bunkóság keretei közé szorul sok minden, és hát küzdeni kell minden kis talpalatnyi földér, hogy az ember értelmet és teret tudjon a saját tevékenységének és az életének találni. Úgyhogy ennek nagyon örülök, hogy ez van és működik. Látszik, hogy igény is van rá, tehát hogy emberek egymásra rezonálnak hangszer, szöveg, mozdulat, gondolat, dinamika, habitus szintjén. Ez a zenének a legmélyebb természetéből fakad, és azt gondolom, hogy azok a nézők, hallgatók, akik ebben figyelemmel aktívan részt tudnak venni, akkor ők is egy bizonyos értelemben jóformán létrehozói ennek a hangulatnak, ugyanúgy zenészei egy bizonyos energia folyamnak, és azt gondolom, hogy ez jó, és ez nyilván nem egy bárkinek befogadható dolog, de az igényes, nyitott embereknek mindenképpen az. Nem tudom, ez a címkézés, meg kategória, meg mit tudom én, ez mindig azoknak az embereknek kellett, akik el akartak adni meg valamit, meg akik egy terméket akartak csinálni, vagy a zenére úgy tekintettek, hogy az alkotásra, mint termék. Én nem ezt teszem, úgyhogy én zenébe gondolkodom. Tehát tulajdonképpen mondjuk úgy, hogy ez a kísérleti rockzene idiomja egyáltalán nincs távol a kísérleti jazztől, vagy szabad improvizációtól, vagy kortás, vagy noise, vagy egy... De tulajdonképpen ahogy a világ szerencsésebb felén ezek egymáshoz szervülnek, mint nem commerce, hanem valamennyire belső, spirituális, provokatív, opárt és forradalmi megnyilvánulások, szerintem a tő ugyanaz. Aztán valaki erre hajlik, vagy arra, kit mi érdekel jobban, vagy mi fakad a habitusából. Úgyhogy én örülök előre ennek a kedves népzenei találkozónak. Jó. Kértek egy teát, kávét? Egy kávét szívesen. Szandrá nemes hagyományait követve bízunk a véletlenben és a napenergiában, úgyhogy hát ha az energia létrejön és megtölti valamivel az embereket, úgyhogy utána könnyebben fog tájékozódni a világ mindenség kiszámíthatatlanságába. Nehéz ezek után bármit is kérdezni. Gondoltam a végére eljutott után. A legjobb ez mindez, hogy a felségem alatt. Mondjuk azt, hogy neki szenteljük a koncertet. Energy for Gyuri bácsi. Seance. Seance to support Gyuri bácsi.
De mai naptár szerint ez lesz életem utolsó koncertje. Remélem, feloldoz a presbiterú.